Február 28-án ért véget Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei levéltára igazgatójának felmentési ideje. Így március 1-től több mint 40 év után hivatalosan is nyugdíjba vonult. Erdész Ádám 1980-ban az egyetem elvégzését követően került az intézménybe. 1994-ben az intézmény igazgató helyettese lett, 2006-tól pedig Erdmann Gyula után ő töltötte be az igazgatói pozíciót. Sáfár Gyula, a levéltár megbízott igazgatója kiemelte, példaként áll a dolgozók előtt Erdész Ádám személye, ő is hasonló eredményeket szeretne elérni az intézmény vezetőjeként, mint elődei. Én mindig is példaképként tekintettem rá, és igazából ezt ilyen sormintába illeszteném, meg mindig is így is gondoltam, hogy volt Szabó Feri bácsi, Erdmann Gyula, Ádám, úgyhogy remélem, hogy a nagy elődöknek majd én, a nagy elődök nyomdokaiban én is be tudok lépni. Kézjegy című műsorunkban többek között szó esett Erdész Ádám szakmai eredményeiről, illetve azokról a kitüntetésekről, elismerésekről, melyek valamilyen szempontból többet jelentenek számára. Ezek közül az egyik a 60. születésnapjára megjelentetett meglepetés tanulmánykötet volt, mely Sáfár Gyula, illetve Héja Julianna Erika főlevéltáros ötlete nyomán valósulhatott meg. A város is a kezdeményezés mellé állt, hiszen a Gyula város polgármester hivatalának dísztermében került megrendezésre ez a nagyon szép esemény, illetve a vendéglátás is és a meglepetés is nagyon jól sikerült, így az országos és a helyi orgánumok is beszámoltak erről. Úgy gondolom, hogy ez Erdész Ádám igazgató úrnak is egy, és nekünk is egy örök emlék marad. Erdész Ádám kiemelte, mindegyik kutatása, kötete, tanulmánya valamilyen módon közel áll a szívéhez. Azonban az egyik legnagyobb örömöt a Knerr családról, illetve a Márki Sándorról megjelentetett könyvek okozták. A tudományos munka azonban a jövőben sem marad abba. A tervek szerint a Knerr család egyik leszármazottjáról a közeljövőben egy amerikai kutatóval közösen kiadnak egy kötetet. Most is ugyanúgy javában folyik a munka. Gyula TV örömömre többször tudósított a Márki Napló különböző köteteinek a megjelenéséről, most zárom a harmadik kötetet, sőt, pályámon egy egészen új dolog is felbukkant. Ha minden igaz, és talán már nem kiabálom el, mert biztosnak látszik, ősszel megjelenik angol nyelven egy amerikai kollégával közös munkánk az Egyesült Államokban. Erdész Ádám kézjegy című műsorunkban pályája kezdetéről, a levéltári mindennapokról is beszámolt, de szót ejtett a további terveiről is.